A Halloween-t ünnepelték a Bonyhádi Széchenyi iskolában. Az eseményen a gyerekek jelmezekbe öltöztek, tököt faragtak és szellemházban játszottak. Az intézményben fontosnak tartják felidézni az angol száz hagyományokat, mondta Steiner Krisztián igazgató. Nyilván minden ünnep ez is megosztó. Mi azt gondoljuk, hogy minél több hagyománnyal kell megismerkedni, felidézni, aztán mindenki eldönti, hogy melyiket követi. Az angol nyelvterülethez ez hozzátartozik, tehát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból természetes, hogy mi is foglalkozunk vele. Az esemény lényege a pozitivitás, és hogy a gyerekek jól érezzik magukat, mondta az igazgató. A naphoz kapcsolódóan egy tökfaragó versenyt is meghirdettünk, 36 alkotás tök érkezett be, és ezek közül a zsűri 20-at tudott díjazni. Itt is elsősorban arra mentünk, hogy ne egy versengés legyen, hanem egy ilyen játékos vetélkedő, a gyerekek örömmel csinálták, mi pedig örömmel díjaztuk őket. A programokban alsós, felsős diákok és tanáraik együtt vettek részt. Csontváznak vagyok beöltözve, és jó volt a napom. Bementünk a szellemházba is. Még volt itt táncolás, meg futás. A futás végén a gyerekek cukrot kaptak ajándékba. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani a szokást.